Hellóztok, Sándor Ferenc vagyok. A legelső előadásban elhangzott DNS, e-mail és HTTP szerver zsenialitásait próbálom bemutatni élőbe. Ennek nekifutottam, tök jót voltak az tutoriálok az interneten, ezt kattingost végig, és talán téptem a hajam, hogy valahol lelakadtam, és ez nem működik, mert mindenki a 192.168.0.1-es doménbe csinál, és tök jó lesz is. És nem lett tök jó. Na, akkor első körbe, hogy miről szól ez az előadás, mi az a szerverecske. Nagyon régen emlékeztek a Extra-ra és a FreeWeb-re. Ők azt a szolgáltatást nyújtottak, hogy amikor beregisztráltál egy saját kis weboldalt, akkor azonnal kaptál egy aldoményt, egy weboldalt, és talán egy e-mail címet. Ezt fogjuk összeeszkábálni következő szolgáltatásokkal. Apache, mint webszerver, Postfixel, mint MTA e-mail szerver, és én a Bint DNS-t választottam. Internet ezt a lejállott a legegyszerűbbnek, és ezzel sikerült végigvinnem a dolgot. Akkor első körbe vegyünk egy domain nevet. Erre felmerülnek a következő problémák, hogy ki lesz a domain név tulajdonosa. Céges domain nevet szeretnénk, vagy magánszemélyre szeretnénk a domain nevet, és milyen domain név tartományba. Attól függ, hogy ki írja alá a domain nevet, hova küldjük be, egyebek, cirkuszok. Ez elvileg, hogyha megtaláltuk a szolgáltatót, 2 órán belül elintézhető. Kapunk róla egy regisztrációs kérvényt, amit ki kell nyomtatni, alá kell írni, le kell bélyegezni, visszaszkennelni, visszaküldeni, és tök jó, és tök frankó. Ha valaki ezt nem tudja 2 óra alatt elkövetni, akkor itt fejezze be a dolgot, és keressen egy szakembert. Mindenkinek jobb lesz. Hogyan teszteljünk lokálba? Ez is egy jó vicc lesz. Tehát, hogyha mielőtt ezt élesbe szeretnénk elkövetni, ezeket próbáljuk ki lokálba. Erre az adott fejezet végén lesz megoldás, hogy hogyan tudunk szórakozni, és hogyha lokálba úgy érezzük, hogy jó megy, akkor próbálkozzunk éles szerveren. Keresünk egy hosting szolgáltatót, aki szimpatikus nekünk, ahol el fogjuk követni a dolgot. Az első rész, illetve vegyünk szervert, attól függően, hogy saját magunk szeretnénk a DNS-t üzemeltetni, vagy nem, attól függően egy vagy több darab szervert veszünk. Akkor Apache első kör, dinamik hostingot szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy egy IP cím alá több domain név van visszaoldva. Ez 2 modullal lehet kulturáltan elkövetni. Az első az alias modul. Ő tök egyszerű, tök könnyen beállítható, viszont magasabb funkciókat egyszerűen tököló és használhatatlanná tesz. Ez az SNI, ez a Server Name Identification. Ez azt jelenti, hogy még mielőtt a HTTPS tanúsítvány elkezdeni a működését, azelőtt megtudhassuk a böngészőtől, hogy kit hívott meg. Illetve van a mod rewrite, akit nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, bonyolultabb használni, sok mindenre jó. Csak egy kicsit bonyolultabb. Tehát kétféle dolgot fogunk majd elkövetni, az a redirect, tehát átirányítjuk a usert HTTP-ről a HTTPS-re, mint az ábrán látszik. Ez egy böngészőnek adott átirányítós HTTP parancs, és a böngésző a HTTP-ről ugyanazt az URL-t el fog batyogni a HTTPS-re, ezzel fogjuk rákényszeríteni a usert, hogy igen, menjél el a HTTPS-re, és csak onnan fogsz tartalmat kapni. Következő az a virtual host kezelés. Ez megkérdezi a HTTP header-be lévő host beállítást, és az alapján próbálja a könyvtárba megkeresni a dolgokat, fájlokat és feloldani, és ezzel oldjuk meg a virtual hostingot. Akkor játszunk egy kicsit. A első nekifutás van a oprendszerünkben, a per/etc/per/hostfile, ő lesz a mostani barátunk, hogyha ilyen nem jutott volna nekünk, akkor a c2.per/windows/system32/drivers/per/hostfile tudjuk használni, ami pontosan ugyanúgy néz ki, és ugyanazt csinálja. Ez a file annyit csinál, hogy mielőtt a DNS kérés kimenne, azonnal ebbe belenéz, ha talált IP-t és hostnév feloldást, akkor innen fogja húzni, és a DNS nagyébe letolja, és innen fogja kihúzni a dolgokat. Ez tök jó, hogyha szeretnénk próbálkozni. Létrehozunk a var per www alatt egy localhostot, egy localhost2-t és egy localhost3-at, belerakunk mindegyikbe index.html-t és egy kicsit más tartalmat rakunk bele, majd a böngészőben meghívjuk a localhostot, a localhost2-t, meg a localhost3-at, és akkor meglátjuk, hogy tényleg sikerült-e beállítani az Apache-ba, természetesen újraindítás után. Az etc per host file tartalma az mentéskor azonnal aktivizálódik, tehát itt nem kell semmit egyebet újraindítani, ez tök jól működik. Következő beállítás, még HTTP-n vagyunk, mert tanúsítványt mi nem szereztünk, mert ezek ilyen sajnos nagyon cross-dependency dolgok, tanúsítvány szeretni, SMTP szervert felállítani, a domain vezérlést átvenni, és egy normál webszervert üzemeltetni.
Az első körben én azt az aljasságot követtem el, hogy ketté bontottam a szerverem virtuálhoz kezelését. Az egyik, aki az IP alapon próbálja a szerveremet megnézni, hogy ki vagy. Ez tök egyszerű, egy IP pörgetéssel, egy négy darab forciklus egymásba ágyazva, 0-tól 255-ig végigpörgetve, és az internet összes IP címét el lehet érni. Őket nem érdekli, hogy ki van ott, mi van ott valamit akarnak garázdálkodni, csúnya dolgot, vagy csak kíváncsiak a tartalomra. Ők egy sima kezit csókolom, megy az apacs, viszontlátásra tartalmat kapnak, semmi más. Ha valaki esetleg tudja az oldalunk nevét, akkor ő megkapja a normál oldaltartalmat. Én simlinkeket használok, úgyhogy nekem simlinkeket is kellett engedélyezni, és itt van a működő config file hozzá. Nagyszerű, következő lépés, ezzel elvileg az apacsunk működik, első lépésben működik. SMTP e-mail szolgáltatás, alul található az URL, amin a egy normális, végig vihető SMTP installáció található. Ezt fogjuk mi is végigkövetni. És jönnek ilyen zseniális kifejezések, hogy MTA, MDA, MUA, DNX, MX Record, OpenDKIM, Hostmaster, Webmaster, önaláírt certificate, vagy egyáltalán ne legyen certificate. Én a Google és társait néztem, küldözgettem teszt e-maileket, és a Google azt mondja, hogy sokkal jobban örül neki, hogyha egy nyomvat, nem azonosítható önaláírt tanúsítványunk van, mert akkor legalább az e-mail forgalmunk titkosítva megy, és ennek sokkal jobban örül, mint hogyha csak kimenne az internetbe, mint hogy zseniális módon a gov.hu ezt teszi, és így megjelöli, hogy fú, ez nem kellett volna, ezt mindenki látja, de szerencsére a gov.hu azt a biztonsági policy-t alkalmazza, hogy az e-mailjeibe semmi human readable információ nem létezik, azért el kell menni a magyarország.hu-ra, hogy bármit is megtudjunk a kommunikációval, amit szeretett volna elkövetni. Akkor kezdjük installálni a zseniális SMTP szerverünket. Ezt nagyon... Ja igen, bocsánat. A MTA, ez a Mail Transfer Agent, ő kommunikál a többi e-mail szerverrel, tehát az internetben lévő e-mail szerverrel, és a Mail Delivery Agent-tel, akik a POP3-as és IMAP protokollokat fogják nekünk használhatóvá tenni. Az MDA, ebből is több változat van, ők a POP3-as IMAP-ot, a kliens, amit szeretnénk használni, ez a Thunderbird vagy a kitekintő gyorsvonat, az e-mail kliensek, és védelmet pakolhatunk, Spam Assassin, komolyabb antivírus szoftverek és hasonlók. Akkor installáljuk magát, miután ezekkel az alapfogalmakkal tisztában lettünk, akkor esünk neki az installálásnak, akkor installáljuk a e-mail szerverünket, SMTP működő stacket, tehát egy minimális rendszercsomagot, ezzel a zseniális parancson installálhatunk, és akkor vágjunk bele az internetbe. Hát igen, aki ezt így default configgal kimeri engedni az internetre, az nagyon-nagyon bátor és vakmerő és zseniális. Ezt senkinek nem ajánljuk, ezután még ilyen két óra konfigurálás és egyéb dolog következik. Akkor állítsuk be a postfixet, ezt generáljunk inkább egy önaláírt tanúsítványt, ezt majd berakjuk. Nem kell megérni, itt a e-mail beállításnál volt a link, az 4 darab cikket jelent, darabja minimum 3-4 oldalas, ezeken szépen lépésekről lépésekre végigmegy, végigcsinálható, értelmes, józan paraszt észre működik. Ezt a tanúsítványt később le fogjuk cserélni a normális certificate-ünkre. Vegyük fel az MX Recordot, lásd legelső előadás, ezt mindenképpen el kell követni, különben a Gmail és mindenki azt mondja, hogy nem ismerlek el e-mail szolgáltatónak és nem fog beesni az e-mail. Szerencsére valami kultúrált debug üzenetet visszadom a mail szerverünknek, amiből lehet tovább lépni, hogy mit rontottunk el. Igen. A dokumentáció ír egy csomó beállítást, amihez tényleg ajánlott hozzányúlni, ezek biztonsági beállítások. Például, hogy ő is battyogjon el és nézze meg, hogy ez az e-mail szerver ahonnan, aminek valami adja magát, azt próbáljuk meg visszaoldani a DNS rekord alapján, és tényleg ahhoz az e-mail szerverhez tartozik. Vegyünk fel felhasználókat, e-mail fiókokat, ezek lehetnek virtuálisak, nem virtuálisak. És következő, ezeket a felhasználókat viszont mindenképpen fel kell vennünk, mert mind a DNS szolgáltató, mind a hosting szolgáltató, mind a certificate ezeket fogja használni, és ezeket aztán e-mail hostingra fel kell venni, és működnie kell, tehát erre a rútot vagy valakit be kell kötni. Ne felejtsük el a módosítás után a postmap-et lefuttatni. A postfixnek van egy ilyen zsenialitása, hogy ő nem annyias config fájlokban dolgozik, hanem egy picit átdolgozott, hogy gyorsabban működjön.
Ez nagyon jó poén lehet, hogyha elsőre használjuk, és mindig belefutunk. POP3 és IMAP szerverein a DOVCOT-ot telepítettem a leírás alapján, erre is felrakunk egy certifikátet. Ez a certifikát kizárólag arra való, hogy a POP3 és IMAP-on az e-mail klienssel való hitelesítést és titkosítást teszi lehetővé. Menjünk végig a dokumentáción és állítsuk be. Állítsuk be az OpenDK-im, a fent látható utasítással telepíthető a csomag, generáljunk egy kulcsot, ez a dokumentációban benne van, és pakoljuk be a TXT, a DNS rekordba egy TXT típusú bejegyzés alapján, erre majd a DNS rekordnál lesz példa. Akkor kezeljük a DNS-t, a DNS-t első körben nekifutunk, ezt hogyha megvettünk egy domain nevet és van hosting szolgáltatónk, akinél megvettük, akkor az ő DNS szerverét használhatjuk és azon keresztül be lehet állítani dolgokat. Az első kérdés, hogy biztos, hogy akarunk-e DNS-sel foglalkozni? Ez egy nagyon zseniális kérdés. Nem elég nekünk, hogy elbatyogunk a hosting szolgáltatóhoz, bejelentkezünk az admin felülethez és évente kétszer egy darab új domain nevet hozzáadunk. Ez tök jó, tök egyszerű, ezzel együtt lehet élni. Van a B opció, hogy vagy mindenképpen ezzel akarunk foglalkozni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy minimum két darab szervert kell üzemeltetni, tehát nem lesz elég egy darab webszerver, amire begyömöszöltük az e-mail szervert és a webszervert. A DNS-nek két külön e-mail címen futó DNS szervernek kell, hogy legyen, különben nem kapjuk meg a domain.hu-tól a vezérlést. Igen, az első kérdés, mire kell? Annyi nem tetszik. A Amazonnál van a root 69-es vagy 59-es nevezetű szolgáltatás, ami ugyanezt megcsinálja nekünk. API-n keresztül tudunk instant DNS rekordokat generálni. Ez körülbelül a következő két évre 3000 forint lesz, 3500 forint, a .hu-s domain név 3000-be kerül, olyan nagyon nem tétel, lehet, hogy jobb, tényleg jobban járunk vele. Azonnal kell-e a domain, és két szervert kell fizetni. A mind 9 installálás után a következő fájlokat tartalmazza. A zones-ba tartoznak a pakolja a zóna fájlokat, ide a reverse zone, amit kb. Kukázhatnánk is, a domain zone fájlunk, illetve a domain zone journaling fájl, ami azt jelenti, hogy ha bekapcsoljuk a Dynamic DNS szolgáltatást, illetve használjuk, akkor ide a journaling, tehát a naplózó fájlok kerülnek, hogy azóta mi változott. A zones mappának a bind 9 user és group számára írhatónak kell lennie. Ugyanez vonatkozik a journaling fájlra, ezt majd ő fogja létrehozni és kezelni. Named config-ba a Dynamic DNS kulcsát rakjuk, a named config-ba minimális konfigot, az options-be a DNS hálózat üzemeltetési dolgait rakjuk, tehát hogy szeretnénk-e reverse DNS-t és hogy kinek válaszoljon, kinek nem. Az rdc.key az RDC híváshoz szolgáló kulcs. Sajnos két parancsoros utility-t kell használni, végeredményben nem úsztuk meg egyel. Ugyanazt tartalmazza, és a két darab kulcs, amit majd generálni fogunk és használunk, és a kulcsnak a tartalmát a named conf options-be is bele kell rakni. Nagyszerűen, én nem értem be azokkal a zseniális útmutatókkal az interneten, hogy akkor ezt hogyan csiholjuk a 192.168.0.1-es hálózaton, mert tök jó, én hoztam élő példákat, én is. És itt található a controls-ba be van rakva a kis étteremnek. Controls-ba alatt van a named config-ban, hogy ki tud és honnan tudja módosítani a hálózatunkat meghívással. Sajnos figyelembe kell venni, hogy ezek UDP paketek, tehát UDP csomagok, és ezek könnyen meghamisíthatók. Tehát itt az van beállítva, hogy csak is localhostról és csak is a kisétterem.hu kulcssal rendelkező kérés, illetve azzal aláírt kéréseket emészheti meg és dolgozhatja fel az options-be. Felvettem a kisétterem hálózatot, felvettem, hogy ki a két DNS szerver, aki kommunikálni fog, és alatta nagyon fontos, a recursion-t azt ki kell kapcsolni. Ezt majd a syslogba fogjátok látni, hogy napi 1-2 darab szkennelés jön, általában ilyen recurs, DNS projektek és társaik, mert tök jó lehet a DNS-t használni, hogy küldök neki egy csomagot, és behozom, tehát hogy szeretném megkérdezni, hogy milyen hostneveid vannak, küld el az összeset, és a feladó csomagjában az IP, hogy mire küldje vissza, az nem az, ami te vagy, hanem egy tök másik IP, ahova elmegy, és akkor ez egy ilyen 10-100-szor nagyobb csomag fog oda beérkezni, és ezt UDP-s floodra lehet használni, és akkor ott a szervered is beszár egy ilyen flood partiba. Ez az, amit ki kell kapcsolni, az allotransfer az, ahová szeretnénk tovább küldeni, ez a másodlagos DNS van beírva,
és hogy masterként működik. Még mindig a masteren vagyunk, ez a lokál konf, a kisétterem.hu zóna, masterként viselkedsz, a zónában itt vannak a fájl, amiben a konfig van, hová mehet tovább, és milyen kulcssal lehet update-elni, tehát hogy milyen kulcssal jövő utasításokat erre a zónára lehet megemészteni. Alatta van a river zone, ezt aztán fel kell venni a binnek, de egyébként kukázhatnánk, mert a net szolgáltatótól nem kapjuk meg a reverse DNS vezérlést, csak akkor, hogyha veszünk egy szép nagy IP tartományt. Csak erről se szól egyik kedves tutoriál dokumentum se, és kb. 4 órát szúrtam el az életbe. Alatta van a kisétterem.hu-s kulcs, amit majd megmutatok, hogy melyik parancssal lehet generálni. Ami nagyon fontos, a kulcs neve. Tehát nem lehet csak úgy vaktába nevet használni, hanem sajnos itt a legenerált secretben ott valahol benne van a neve, belekötve, beleenkriptálva, és sajnos ugyanazt a kulcsot kell használni, mint amire a file nevet generáltuk, aminél megadtuk nevet a kulcsnál, és itt a kulcs, amit használunk a konfigon belül, mert ha nem ezt csináljuk, akkor az összes hívásunk pofára vetődik, rossz kulcssal, és vakargathatjuk baromi sokáig a fejünket, hogy mi a görcsön nem megy, ezt se érjek le a alaptutoriálok. Kisétterem.hu domain bejegyzése az origin-nel kezdődik, a egyik legfontosabb a serial. Ez sajnos, hogyha a kisétterem.hu, tehát az aktuális zónánkat mindig módosítjuk, ezt léptetni kell, különben a módosítások nem mennek ki az internetbe, és a cache és egyéb DNS-ek, DNS proxik nem eszik meg, és hülyén nézhetünk ki a fejünkből, hogy a mi kis otthoni netszolgáltatónk miért nem a frissebb DNS rekordot mutatja nekünk a dolgokról, mint ami valójában van. Itt van benne a mail domain key, ez a TXT, egy DKIM rekord, tehát körülbelül így néz ki, ez nem az aktuális szöveg. Egy ilyen szép TXT rekordot kell ezt beleraknunk. Fel van véve az MX, a mail rekord, egy prioritással, és akkor itt vannak a szájtok felvéve. Az NS1 és az NS2-t is fel kell venni ott a legalján. Mi mindig a master, ez a reverse DNS, de mint mondtuk, hogy ez zseniális módon nem kapjuk meg. Akkor a slave. A slave az a másodlagos DNS, ő a fő DNS szervertől kapja, továbbítja neki a parancsokat, hogy ő mit kapott, és ő ezeket a parancsokat lokálisan eltárolja, hogyha valamilyen rejtélyes oknál fogva az elsődleges DNS szerverünk feldobja a lábait, IC-k is lábait, akkor ő veszi át a vezérlést. Itt annyi változás van, hogy controls, az nem tudom, a változásokat kijelöltem. Wow. Recursion, no, itt nem sok változás van. Itt ez a named config, ez nagyjából ugyanaz a típus változott, hogy ő slave. Hol vannak a fájlok, és hogy nem transfer van, hanem itt van egy slave, ezt nem sikerült nekem kijelölnem. Masters, és hogy honnan fogadjon el módosításokat, és hogy csak a master tartát, hozzá nem jöhetnek direktbe. E-mail szervernél volt ilyen zseniális problémám, hogy a mail szerveremet nem sikerült rendesen felvenni, és pedig én a DNS-be beleraktam, és hogyha nincs nekünk beállított mail szerverünk, akkor nem fogjuk a domain szolgáltatótól átvenni a vezérlést, és a certificate szolgáltató se tud nekünk e-mailt küldeni, és ezzel bajlottam, míg a fenti zseniális dig parancsoros utasításig el nem jutottam. Ez kb. 4 óra kínszenvedés volt. Mert hogy itt a legvégén, hogy ő fordított sorrendben a reverse DNS-t elkezdi feloldani. Tehát a legelső dolog, SKB az ETC per bindből kapjuk vissza, itt van egy csoda szép lista, hogy kik a szolgáltatók, aztán jövünk lejjebb, és akkor itt a második-harmadik sornál itt a domain.hu-s válasz alatta már a net szolgáltató, tehát a hosting szolgáltató, és legalul láthatjuk, hogy a hosting szolgáltató, ő erre az IP-re egy mail server nevet adott vissza, amit nem evett meg a egyéb e-mail szolgáltató, mert szerint ez nem a mi domain nevünk. Kilódás után rájöttem, hogy a hosting szolgáltatónak az adott szerverhez van egy ilyen reverse DNS bejegyzés, ahol bele kell rakni, hogy mail.kisétterem.hu. Elmentettem, és innentől működik, és ez egy fantasztikus életérmény volt. Ezt élesbe szépen meg lehet szívni, végigfuttatjuk, és akkor már alul a bejegyzésnél, a legutolsónál látjuk, hogy tényleg mail.kisétterem.hu választ adott, és ennek már a e-mail szolgáltatók is tökre örültek. Az első előadásban is elhangzott, hogy van a domain.hu, domain regcheck című bejegyzés. Ezt, hogyha szeretnénk átvenni a DNS szerver vezérlését, illetve a DNS tartomány vezérlését,
akkor jó pártól le fogjuk futtatni, mire a domain.hu teszteken át nem megyünk, és hogyha nem megyünk át a teszteken, akkor a domain.hu nem lesz hajlandó átadni a vezérlést. Vezérlés eddig annál a cégnél volt, ahol a domaint megvettük, vagy a hosting szolgáltatást elkövettük. Alatta lévő zseniális horror URL-ben beletartozik, hogy melyik domaintartománynak szeretnénk a lekérdezéseit csinálni, és van egy host, hogy melyik DNS szervertől szeretnénk elkérni, és ehhez a DNS szerverhez szeretnénk majd később a vezérlést átadni. És ő lefuttatja szépen a listát, és akkor az elején kapjuk a visszadobálásokat, hogy nincs MX rekord. Megpróbáltam e-mailt küldeni a webmaster, hostmaster egyebeknek, nem sikerült. Egyébként nem küld e-mailt, csak belép az SMTP szerverre, úgy csinál, mintha e-mailt küldene, de az, tehát hogy figyelj, fogok neked webmasternek e-mailt küldeni. Jó, van webmaster user következő. Ja, oké, ennyit akartam. Tehát kb. Egy ilyen rövid kis szösszenetet játszik el. És az összes többi beállítást, amit itt látszik, az szépen végigfuttatja, MX rekord, vannak beállítva a DNS, azt is szeretné, ha két külön tartományból futna, hogyha esetleg a szerverteremben pánik van, akkor hogy a másik DNS szerverünk túlérje. Akkor játszunk a DDNS-sel. Mi ez a DDNS? Ez a Dynamic DNS Server Hosting. Ez annyiba különbözik, hogy itt azt fogjuk megvalósítani, hogy nem a zóna fájlt fogjuk mindig editálni kézzel, vagy különböző belső és egyéb zseniális skriptekkel. Ez határozottan növeli az üzemeltető lelki békéjét, mert hogy nem kell felkészülni rá, hogy valamilyen string feldolgozó művelet félrecsúszott és tökölötte a teljes DNS szolgáltatásunkat és mindent. Ujjj, akkor első körben DNS NS Update című csomagot fogjuk használni. Ez a Bind Utils és a DNS Utils című csomagokban van benne, illetve a szükséges generátorok. Generálunk egy kulcsot, ahol nagyon fontos, hogy az N-user az a típust jelenti meg, tehát ez egy user kulcs, és a kulcs neve az bele lesz égetve a kulcsba, a file névbe, ami kisebb probléma, viszont ugyanezt a kulcs nevet kötelező használni a Bind Util configjába, különben el fogja dobálni a kéréseket. Hogyha ez megvan, tehát generált nekünk két darab kulcsot, egy privát és egy public kulcsot, zseniális módon az MD5 HMAC beállítással mind a kettő körülbelül ugyanaz, egy szóközés, egy darab mi perjel különbséggel, abszolút ugyanaz a tartalma. Új adományt szeretnénk hozzáadni, ezt az NS update-tel tudjuk elkövetni, meg kell adni, hogy melyik kulcsfájt szeretnénk használni. Az NS update az egy ilyen konzolszerű applikáció, tehát neki több lépésbe kell megadni a dolgot. Első körbe, hogy melyik zónával tehát hogy kihez szeretne csatlakozni szerverre, melyik zónát szeretnénk noszogatni, és hogy milyen utasítást szeretnénk kiadni. Tehát itt először is szeretnénk törölni a test22 szervert, majd hozzá szeretnénk adni a test22 szervert, mert ő egy nagyon buta script része lesz, aki nem tudja, hogy a test22 szerver létezik-e már, úgyhogy biztos kitörje előtt a rekordot. Az nem fog problémát okozni. Ehhez viszont a következő kell, hogy mind a két kulcsnak itt kell lennie. Sajnos a privát és a publikus kulcsnak egymás mellett kell lennie, különben az NS update pofára vetődik. Ezt nem teljesen értem, hogy miért van. Szívtam vele, nem teljesen van dokumentációban rendesen belerakva, de tényleg pofára vetődik, úgyhogy mind a kettőt. És itt jönnek a zseniális élet problémáink, hogy szeretnénk Apache-ból és egyéb skriptekből meghívni az NS update-et, de lehetőleg legyen biztonságos, de akkor a kulcsot is kell tudni olvasni, aki futtatja, és akkor aki tudja a skriptünket futtatni meg az NS update-et, akkor az kilát, és akkor itt jönnek a biztonságtechnikai dolgok, mert hogyha valaki ezt a kulcsot megszerzi, amit benne van, akkor elvileg a doménünket is tudja majd későbbiekben noszogatni, vagy legalábbis belépve noszogatni. Igen, létrejön az LTC per bindben a journaling file, ebben vannak a változások. Ehhez viszont hozzá tartozik, hogyha szeretném kézzel szerkeszteni a zone fájlomat, mert valami megváltozik, tehát szeretnék másodlagos e-mail szervert, vagy bármi mást hozzáadni, akkor ez mikor fog kiíródni, és mikor lesz. A dokumentáció azt írta, hogy valamikor ők se tudják. Úgyhogy erre sajnos a RNDC-t kell ezt használnunk, ez egy másik konzolos utility, őnek én máshol van a kulcsa, de ugyanazt a kulcsot tudja használni. Neki is kell generálni egyet, lehet frizelni, tehát megállítjuk, hogy a journaling az ne nőjön, tehát éppen ne fogadjon el az NS update-től, ezzel ekkor kézzel a Zoom file-ba bele tudunk nyúlni és módosítani. A tone-nal tudjuk feloldani, és van egy flash, ami elvileg
kiírja, tehát rendszerindítás előtt és hasonlókra. Hogyan teszteljük, hogy jól elítottuk belokába című móka, és mit teszteljünk? Tehát azt kell ezt tesztelni, hogy az új DNS rekord részlejön, a DNS szerverünk működik, a DNS rekordot törlünk, újat létrehozzuk, és tényleg ugyanahoz a géphez csatlakozunk. A VirtualBox a barátunk, ővele fogunk szórakozni. Három darab szervert kell felállítanunk. Érdemes felállítani egy primary DNS-t, egy secondary DNS-t és egy test HTTP szervert. Mind a primary, mind a secondary-ra érdemes egy HTTP szervert felrakni, és ahogy a legelején volt, három különböző kontentet rakunk bele, attól, tehát az IP-t belerakjuk, hogy melyik szerverre érkezett be a behívásunk. Jó, de ezt tényleg lokálban szeretnénk tesztelni, és akkor hogyan kapcsoljuk be, hogy a DNS működjön. Az etc per resolve a barátunk, ebben vannak az aktuális DNS rekordok. Az etc per hostban lévő DNS bejegyzések viszont azt felülírják, tehát eddig se fog eljutni. És ebbe rakjuk be ezeket a bejegyzéseket. Itt komolyan mondom, hogy a benne lévő bejegyzéseket azt csak commitoljuk ki, mert hogyha kitöröltük és nem tudjuk fejből visszaérni, akkor újra kell ezt indítani a gépet vagy a DHCP szolgáltatást, hogy újra megkapjuk ezeket a DHCP szerver és a szolgáltatótól, mert ezek után nem lesz DNS szerverünk, mert elfelejti a DNS beállításokat. Többi bejegyzéseket commitoljuk ki és mentés. Itt még tök jót el lehet követni, hogyha beállítottuk egy lokális DNS szervert, és azon keresztül megy az internet forgalmunk, tehát az első helyre beraktuk és a többi DNS bejegyzés is benn maradt, akkor azt fogjuk elérni, hogy az összes DNS kérés elmegy az első szerverünkre, és ott bejegyzés történik, majd ő visszadobja, hogy de hát ő nem felelős a zónáért, kérdez valaki mást, és ő megkérdezi a másikat. Ez azért tök jó, mert hogy az lokális vagy szerverünk gépen lévő összes kifelé HTTP DNS-re való hívás bejegyzése az bele fog esni a DNS logba. Tehát látni fogjuk, hogy az összes applikáció, aki DNS feloldást szeretett volna, az hova akart elbarangolni, milyen doménneveket akart feloldani, és mi a görcset akart csinálni, és néha vakarhatjuk a fejünket, hogy ez hová, és miért, és ki volt. Fú, ez érdekes, ezt járjunk utána. Szerezzünk certifikátet. Itt is felmerül a kérdés, hogy céges certifikátet szeretnénk, milyen célra szeretnénk, és milyen típusú certifikátet. A certificate azonosítás az van magánszemély, cég alapú, és vannak ilyen egyéb fentebb szintek, hogyha más típusú certifikéteket akarunk, illetve hogy milyen típusút. Dinamikus adoménről beszélünk, tehát nekünk egy level 2, tehát csillag.azendomenem.hu típusú certificate elég jelen pillanatban elégséges, de ez nem fogja feloldani az aldomain.aldomain.kicsétterem.hu-t, mert az már túl mélyen van, és ezen pofára fog vetődni. Hui! Apache és Postfixben szeretnénk, hogy SSL titkosítson, tehát nekünk nem kell user autentikáló certificate és egyéb generitások, nekünk csak egy SSL HTTPS certificate-et kell leszereznünk. Ki lesz a certificate tulajdonosa, magánszemély, cég, egyebek? Ez is zseniális kérdés, ez a certificate-ben benne van. Kocka rendszer gazdákon kívül más nem nagyon szokta megnyitni a certifikéteket, hogy megnézze, hogy ki adta ki és mire szól. Magánszemély vállalat. Hol vegyük? Ez egy zseniális kérdés. Certifikétünk kb. Arra kell. Ja, itt az előző oldalon még ott volt a legalján, hogy most már a Google Webmaster az mindenkinek szól, hogy kedves gyerekek, hogyha nincs HTTPS, akkor a Chrome az iszonyatosan fog sírni az összes usernek. Túl vagyok! Úristen, 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 szólni fog nagyon-nagyon, hogy nagy szakörés nem enged be, és ezzel problémánk lesznek. Hol vegyük? Következő szolgáltatók vannak, Symantecnél kb. 600 000 forint per év. Ez nagyon zseniális, állítólag $1,5 millió kártérítést szerezhetünk, ennek a beváltási körülményei nem tisztázottak. Vehetünk Komodótól 62 000 forint per év, Start SSL-től, itt csak magunkat kell azonosítani és azért kell fizetni. Egyébként bármennyi tanúsítványt kérhetünk. A Let's Encrypto ingyenes, de viszont minden tanúsítványért egy API híves kell elkövetnünk, vagy aláírt tanúsítványt, amit a HTTP szerver, bocsánat, e-mail szerver megkövetelés szeret, de a HTTPS-ek nagyon-nagyon komolyan fognak sírni. Privát kulcsos generálás. Milyen fajtájú és milyen kódolású szeretnénk egy certificate sign request-et kell generálnunk, ezt elküldjük a szolgáltatóhoz, és majd visszakapjuk aláírva. Igen, ezt berakjuk az Apache-ba.
a HTTP az átirányításra kerül, a HTTPS beállítások. Itt viszont van egy olyan trükk, hogy az IP-hez, mivel a server name identification be van kapcsolva, ezért be tudom állítani, hogy aki IP-vel ért el a szerveremet, az csak a szerverhez tartozó IP alapú önaláírt tanúsítványt kap, ezért még a tanúsítványból se tudja megmondani, hogy a szerveren milyen szolgáltatások és doménvernek futnak. És vége van, zseniális itt a felhasznált dokumentumok, innen érdemes elindulni ezeket a tutoriálokat, és ha valaki tényleg bátornak érzi magát, akkor neki esett. Oké, gyors kérdések, részleg? Nincs. Ui! És akkor következő előadó.